Egész Európában élénk figyelem irányul a hollandiai parlamenti választásra, amely megadhatja az alaphangot a közelgő franciaországi és németországi választások előtt. Az egyik nagy esélyes ugyanis a bevándorlás ellenes és uniós kilépéssel kampányoló Szabadságpárt. Érdekesség, hogy orosz hacker támadásoktól tartva a választók papíron adják le a voksukat egészen este 9 óráig. Egyes helyeken már éjfélkor megnyíltak a szavazóhelyiségek Hollandiában. A 13 millió választásra jogosult, 28 párt közül választhat, amelyeknek a jelöltjei a parlament alsóházának 150 mandátumára pályáznak. Kétszer annyi külföldi újságíró tudósít a voksolásról, mint 5 éve. Riporterek hada kísérte a bevándorlás, iszlám és unió ellenes Szabadságpárt vezetőjét is. Hert Wilders most sem mulasztotta el az alkalmat arra, hogy élesen bírálja az iszlám vallást. Akinek nem tetszik, hogy betiltjuk a Koránt, ne jöjjön Hollandiába. Az iszlám és a szabadság összeegyeztethetetlen, de mindenki szabadon eldöntheti, hogy megy vagy marad, üzente Wilders a muszlimoknak. Mark Rutte kormányfő, akinek konzervatív liberális pártja az utóbbi napokban ugrott a népszerűségi listák élére, legnagyobb ellenfelével Wilders-szel volt elfoglalva. Ha Wilders nyer, akkor a Brexit és az amerikai választások után ismét a rosszabbik fajta populizmus győz, fejtegette Rutte. A felmérések szerint a kormányzó konzervatív liberálisok 25 körüli mandátumra számíthatnak, a Szabadságpárt néhány képviselői helyel kevesebbre. Megközelíthetik a 20 parlamenti helyet a kereszténydemokraták, a liberálisok és a zöld baloldal is, de 10 fölötti mandátumot kaphatnak a szocialisták és a munkapárt is. Összesen akár 14 párt is bejuthat a törvényhozásba. A kormányzáshoz szükséges többséget valószínűleg egyetlen formáció sem szerzi meg, vagyis koalíció alakításra lesz szükség. Abban mindenki egyetért, hogyha a Szabadságpárt meg is szerezné a győzelmet, nem léphet kormányra, mert nem lesz koalíciós partnere. A befolyása azonban még jó ideig megmaradhat az uniós kilépéssel kampányoló pártnak.